Az egyetemi tavasz egyik eseményeként mutatkozott be Szegeden a félonline.hu. A lapot a szegedieknek a Pannon Tükör kulturális folyóirat főszerkesztője, Kaja Ádám mutatta be, hiszen a Pannon Tükör idei második számában tematikus blokkot szentelt a kerekévfordulóját ünneplő félonline-nak. Ugyanis 2017. februárjában volt éppen 10 éve, hogy megjelent a Fél című irodalmi periódika első száma Székesfehérvárott. A lapot középiskolás diákok adták ki. Középiskolában az egyik osztálytársammal írogattunk, és az én szüleimnek akkor tehát nyomdája volt Kápolnásnéken, úgyhogy könnyű volt, hogy mondjam, csak kiadót, illetve nyomdát találni ahhoz, hogy ezt az egész kis kiadványunkat sokszorosítsuk. Ugye rögtön úgy is tudtuk kezdeni, hogy több ezer példányban nyomtuk ki az első lapot, hát persze ugye a szövegek minősége korán sem indokolta ezt a példány számot, de hát mégis el tudtunk kezdeni terjeszkedni, ugye Székesfehérváron el tudtuk vinni különböző rendezvényre, tök rendesek voltak az akkori ilyen kulturális rendezvényszervezők, mert beengedték a lapot, hívtak minket, ott elkezdtünk egy ilyen kis bázist kiépíteni, és akkor két évig tulajdonképpen, ameddig le nem érettségiztünk, meg a társaságát nem került, főleg Budapestre, illetve az ország főképp bölcsészkarain szétszóródott, addig Fehérváron működtünk. A gimnazisták által alapított folyóiratot a későbbi egyetemisták önerőből működtették. A periódika 2010 óta kizárólag online jelenik meg, félonline.hu címen. Fiatal értékteremtő lapnak neveztük el ezt a periódikát még annól, amikor kezdtük. Ugye ez egy nagyon naív és csak kicsit bárgyú név is, de hát amikor 16 évesek voltunk és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy milyen jó lenne, hogyha a kis írásainkat valamilyen lapban közölnénk és létrehoztuk ezt a folyóiratot, akkor ebben még így nem gondoltunk bele, hogy ez később esetleg nehezen vállalható lesz, vagy változtatni kell rajta. De nem is változtattunk rajta aztán, hanem elhagytuk ezt a nevet tulajdonképpen, és megmaradt a betűszó, és azóta fél online-ként csináljuk ezt az egészet. A szerkesztők ma már javarészt Budapesten élnek, bár a szerkesztés folyamatában ez nem meghatározó körülmény. Népszerű rendezvényeiket azonban ez idáig főként a fővárosban tartották. Elsősorban online jelenünk meg, ilyen értelemben nincs székhelye, illetve hát nem úgy kell elképzelni a mi működésünket, mint egy ilyen klasszikus szerkesztőség, hogy akkor mit tudom én, összeül a Nyugat nagy stábja egy nagy szép kerek asztalnál, és megvitatják a szövegeket, mert mindent online csinálunk, tehát tulajdonképpen bárhol lehetnénk. De hát igen, elsősorban Budapesten tartunk esteket, az Ereskinenc Színház Vallai kertjében vagyunk most már, hát most már második, hát nem is második, mert most már harmadik éve lesz, hogy ott rendezzük ezeket az esteket. Most jutottunk el idén odáig, hogy havonta tudtunk egy-egy rendezvényt csinálni. Indítottunk egy estsorozatot, amelynek az volt, vagy az a címe, hogy a félonline.hu bemutatja, és itt a kiemelkedően tehetséges, nálunk sokat publikáló szerzőknek igyekszünk egy olyan egész estés, vagy egy önálló estet szervezni, akik, tehát azoknak a szerzőknek elsősorban, akik meg tudnak tölteni egy másfél órás estet releváns szöveganyaggal, ők hívnak mindig valaki olyan beszélgető testet, akire fölnéznek, és akkor nagyon-nagyon jó kis estek szoktak lenni. Ezt szeretnénk a következő évadban is tovább vinni. A félonline.hu szerkesztői az évtizedes jubileumra Fél 10 címen ünnepi antológiát jelentettek meg, amellyel országjáró turnéra indultak. Szegedre Braun Barna főszerkesztőt Tinkó Máté, a prózarovat vezetője és az antológia egyik szerkesztője, valamint Eggendorfer Áron kísérték el. A Fél Online 10. születésnapjára kiosztunk egy antológiát, és ezzel most járjuk az országot. Voltunk most már Pécsett, Veszprémben, Székesfehérváron, és most ugye Szegeden vagyunk, de tervezünk még az ország más pontjaira is elmenni, hogy a jövő évadban többet szeretnénk a Magyarország nagyobb városaiban is felolvasó esteket szervezni, mert éppen nagyon rá szeretnénk erősíteni erre, hogy mégiscsak egy ilyen országos, meg országjáró lap lennénk, és hát minél több helyen tudjuk magunkat bemutatni, annál jobban megismer minket talán a közönség, illetve azokat a szerzőket, akiket mi megjelentetünk. A Fél Online komoly szerzőgárdával büszkélkedhet, akiknek egy része rendszeresen publikál a felületen.
480 valamennyi a pontos szám, akik legalább egy szöveget adtak a fél online-nak. Mondjuk ez nem biztos, hogy pont szép irodalom, mert ugye a fél online felülete az közül másodszövegeket is, tehát színház, zene, kritikákat, kiállításokról, anyagokat, úgyhogy ez a szám, aki mondjuk, mit tudom én, verset közölt, vagy verset vagy prózát közölt, ez olyan 200 valamennyire tehető, mondjuk pont a fele legyen, vagy 250 szerzőről beszélünk. Na most ők se rendszeresen küldenek hozzánk. Ez azt figyeltő meg, hogy eléggé, de az évek során folyamatosan cserélődik az a gárda, akik nálunk publikálnak. Az a megtisztelő viszont, hogy sok pályakezdő szerzőnk van, és 10 év alatt sikerült elérnünk azt, hogy igen, talán ez a legjobb, szóval sikerült elérnünk azt a pozíciót, hogy aki igazán komolyan szeretne foglalkozni irodalommal, az, ha nem is első sorban nekünk küld szöveget, de nekünk is küld szöveget, és később, amikor jelentkezik, nem tudom, akár egy irodalmi társasághoz, akkor a publikációs anyagai listájában nagyon komoly szerepet játszik az, hogy megjelent nálunk, és ez nagyon, egyrészt nagyon megtisztelő, másrészt pedig ezt szeretnénk a jövőben is fenntartani, hogy akkor ha már minket így első publikációs szerv, tehát hogy pályakezdő szerzők keresnek, akkor ezt a profilt szeretnénk erősíteni és fenntartani a jövőben is, mert ez egy jó irány, azt hiszem. Pályakezdő szerzők útjának egyengetését nagyon komolyan gondolja a félonline.hu. A születésnapi antológia szerkesztési szempontjai között is kiemelt szerepet kapott ez a vállalásuk. 38 szerző van ebben a könyvben, és törekedtünk arra, hogy az utóbbi időben legtöbbet publikáló szerzők jelenjenek meg, és elsősorban olyan pályakezdők, akik lehet, hogy már több helyütt is megjelentek, és van már egy kis rálátásuk az irodalmi pályára, ugyanakkor nekik jelentős tud lenni egy ilyen jellegű könyvvényi megjelenés. Tehát, hogy szerettünk volna olyan szerzőket kihozni, akiknek ez jelent valamit, ezzel tudnak valamit kezdeni. Például volt pár szerző, most nem akarok neveket mondani, akik már több kötetesek, jelentős kiadónál publikálják a második vagy harmadik könyvüket. Ők is küldtek az antológiára, vagy az antológiába szöveget, de őket kiszerkesztettük, mondva, hogy nincs már úgymond szükségük arra, hogy egy ilyen megjelenést is magukénak tudjanak, és ez tök jó volt, mert ők ezt ebbe beleegyeztek, megértették, nagyon kedvesen utána odaadták, természetesen publikáljuk azt a szöveget a fél online-on majd, hogyha erre kerül a sor, úgyhogy így állt össze. De ez volt a fő szempont, a pályakezdő. A fiatal, független, non-profit kulturális magazin immár egy évtizedes múltra tekinthet vissza, de a szerkesztők elhivatottsága biztosíték arra, hogy újabb esztendőkön, újabb évtizedeken keresztül a magyar irodalom meghatározó szereplője maradjon a fél online.